Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok. A stúdióban itt van Szenes Zoltán, professzor emeritus, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanára, a Magyar Hadtudományi Társaság elnöke és korábbi vezérkari főnök. A beszélgetést felvételről hallják. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Köszönöm szépen. Ukrajnából érkező egyik legfrissebb és legaggasztóbb hír az, hogy a zaporizsiai atomerőmű, ami egy hatalmas atomerőmű, orosz katonai ellenőrzés van, állítólag fegyvereket halmoztak fel benne, az ukránok pedig állítólag nem fogják lőni, mert ez mégiscsak egy atomerőmű, ha nem oda megy a lövedék, akkor abból nagy baj lehet. Katonai, biztonsági kockázata van ennek a helyzetnek? Hát reméljük, hogy nincsen. Ilyen hírek mindig voltak, amikor ez egészen Csernobilig visszamegy, amikor a harctevékenységek ilyen nagyobb atomerőműveket közelítettek meg. Később is volt több ilyen, de hát azért egyrészt az oroszok is tudják, hogy ez nagyon kockázatos, másrészt meg azért bizonyban, hogyha mégis így történ, ami egyik, azt nem hiszem egyébként, de az ukránok azért megfelelő toleranciával közelítik a problémát, tehát igazából én emiatt nem aggódom. De egyébként atomerőmű területére lehet fegyvert telepíteni, mert az egy védett területnek számít, mert az ellenség nem fog oda lőni, az attól tartva, hogy akkor elszabadul az atomerőmű. Hát azt nem tudom, hogy jogilag hogy van szabályozva, de nyilván minden racionalitást nélkülözne, hogy oda telepítenének fegyvereket. De most úgy tűnik, hogy mégiscsak vannak ott fegyverek. Lehet valahogy ellenőrizni ezt, hiszen nem vagyunk a helyszínen. Hát ezt lehet ellenőrizni, hogy ugye egy információs háború zajlik, ugye ez egy hibrid háború, bár ugye valóságosan csak a katonai hadműveteket látjuk, de ez egy hibrid háború. Információs háború azt jelenti, hogy mind a két fél más mond, és hát próbáld meg megállapítani, hogy kinek van igaza. Hát ez csak nyilván független szakértők, tehát ilyen esetben nyilván a Nemzetközi Atomerőmű Ügynökségnek a szakemberei tudnák megállapítani, hogy ez igaz vagy nem igaz. Tehát az viszont be kell engedni őket. De őket egyelőre nem engedik be. Hogy áll most az orosz-ukrán háború? Miből lehet tudni, hogy hogy áll? Hát a megítélése az elég nehéz, de én úgy látom, hogy most pillanatnyilag egy viszonylag csöndesebb időszak van, tehát azok a nagy bejelentések, amelyek korábban voltak, hogy nagy offenzíva indul a Donyecki merencébe, tehát a Donyeck megye visszafoglalása, illetve vagy ukrán oldalról, hogy Herszon irányba egy nagy áttörő támadás lesz. Ezek a kijelentések, vagy ezek a célok, ezek nem teljesülnek, vagy kevés a valószínűsége. Ha nézzük a hadművet irányokat, ugye az északkeleti, a Harkiv környékén, ott zömében, ugye a Harkiv és környék az már teljesen meg orosz erők nincsenek, tehát jó 25 kilométeres sugárban nincsenek orosz erők, és az ukránok elég jól előre mozdultak, tehát lényegében az oroszok a határ egy vékony szakaszon, illetve lefele azokat a területeket őrzik, amelyek a szárazföldi, illetve vasúti kommunikáció miatt nekik fontosak. Luhanszkot ugye elfoglalták, július 4-én volt az úgynevezett győzelem, a Donyecki megye az annak hát kb. 60%, 55-60%-a van orosz kézben. Ott vannak támadások egy keleti irányban, Bakmut ellen zajlik, de igazából ott is nagyon lassú. Tehát ilyen harcászati szintű, néhány kilométeres előrenyomulások vannak. És ugye ott az a terv, hogy ha ez sikerülne elvenni, akkor egy következő nagy védelmi szakasz, ami egy ilyen kisebb bekerítés, vagy katlan lenne, vagy lehet, hogy nagyobb inkább, a Szlovjanszk, Kramatorszk és Konstantinivka. Ezek ugye a városok végig erődített rendszeron, illetve a közlekedési útra és vízi akadályokra épített erődítés, és Kramatorszk a megyeszékhely, miután Donyecket elfoglalták a szakadárok. Itt se várható gyors előrenyomulás, mert nincs erő. Itt ezen a szakaszon egyébként semmiféle aktív ukrán tevékenység nincsen, tehát nincs térnyerés, még kis területeket sem tudtak elfoglalni. És akkor van a déli irány, ahova ugye a két megye tartozik, a Herszon, illetve a Zaporozsia, a
itt vége a két megye határán júliustól, július 4-től kezdve gyakorlatilag az ukránok próbálnak támadó harcszegénységet folytatni, kisebb területeket elfoglalnak 5-10-15-20 kilométer. Herszont állítólag már észak-kelet irányból 40-50 kilométerre megközelítették, de az nem látható, és szerintem erre nem is lesz erő, hogy egy nagy áttörés legyen, amit ugye a Zelenszkij elnök meghatározott, hogy elfoglalják, visszafoglalják a megyét. Ugye vannak szimbolikus dátumok, mint augusztus 24, Ukrajna megalakulásának nemzeti évfordulója, de nem látható. Közben az országok még megerősítéseket csinálnak, északról, keletről visznek oda erőket. Tehát az látható, hogy van még körülbelül két hónap, két és fél hónap a téli időszakig, hogy ez alatt a nagy áttörés nem lesz, akkor egy elhúzódó hosszú háborúra készülhetünk sajnos. Mit jelent az, hogy nincs a nagyobb műveletekhez erő? Hova lettek? Hát ugye itt azért látni, hogy ez 1100 kilométeres front, hogyha Harkivtól megyünk lefele Herszonig, kb. 1200 kilométer, és az azt jelenti, hogy a védelmi állásokat tudják tartani, részleges sikereket, harcászati sikereket tudnak elérni, de az, hogy áttörják, mondjuk elfoglalják Herszont, ami egy nagy város, az körülbelül Herszon az olyan két Debrecen nagyságú nagy város, ahhoz nagyon nagy erők kellenek ukrán oldalon, tehát gépesített dandárok, hadosztályok, tehát egy frontális áttöréshez többszörös erőfölény kellene, és ez nem látszik, mert vannak hírek, hogy átcsoportosítanak, visznek oda erőket, ezek mind ilyen zászlóalj nagyságú erők. Az oroszok is ugye átdobtak oda, most 10-20 zászlói harcsoportról beszélnek, sőt ugye a kb. 3 hete még egy légi deszant különleges 4000 fős dandárt is vittek, tehát látszik, hogy az oroszok is próbálják tartani. Ugye a Herszonnak meg a területnek az a lényeg, hogy a Herszon védi a Krimfélszigetet. Tehát ugyanez a probléma keleten is, orosz oldalról, tehát nincs erő arra, hogy ők mondjuk ezeket a nagy katlanokat, amiket már régóta mondanak, most ez a terület, amit mondtam, ez a három város, ez is egy nagy katlant jelentene, hogy ezeket elfoglalják, mert több erőre lenne szükség. De akkor ez most egy álló háború? Hát igen, tehát tulajdonképpen most elég statikus háború. És ebbe az a rossz, hogy elhúzódó jellegű, nem látszik, hogy közelebb visz a megoldáshoz. Ugye a megoldás jelleg, hogy a teoretikusan nézők, meg hát szakértők, elemzők, ugye itt a háborúnak a kimenetelét többféle opciók vannak. Mi van, hogyha oroszok győznek, mi van, hogyha az oroszok vesztenek, mi van, hogyha mégis lesz egy megállapodás, és a két ország, Oroszország és Ukrajna valamilyen módon megállapodik, mi van, ha Ukrajna győz, mi van, hogyha a háború az úgy eszkalálódik, hogy kicsúszik a felek irányítás arról, és ugye kontrollálhatatlanná válik. Tehát most én úgy látom, hogy ez egy inkább egy hosszú elhúzódó háború irányába mehet. Nem látszik, hogy lennének nemzetközi tárgyalások, bár most volt egy első kontakt nem régen az amerikai és az orosz külügyminiszter között, de az is elsősorban az amerikai csere, két amerikának a visszaszolgáltatása, ami persze lehet egy jó gesztus Amerika fele, hogyha az oroszok teljesítenék, amerikaiak még cserét is ajánlottak, de igazából nem lehet látni, tehát a háború az folytatódik, addig tart, amíg mind a két fél képes háborúzni. De az világos, hogy mi jelentene egy kiszállási pontot az oroszoknak, meg az ukránoknak? Van egy ilyen kiszállási pont a háborúból? Az ukránok azt mondják, hogy mindent vissza fognak szerezni, amit eddig elvesztettek. Az oroszok azt mondják, hogy meg fogják dönteni az egész ukrán rendszert. Ez nincs találkozási pont. Így van, nincs. Ugye az egyik változat a legerőteljesebb ugye a ukrán oldalról, hogy még a Krimet és a két volt kicsi szakadár köztársaság lett és visszafoglalják. Másik változat, hogy a február 24-e helyzetnek a visszaállítása történik, de ugye azóta gyakorlatilag Oroszország Ukrajna 25%-át elfoglalta, tehát nyilván nem fogja önként visszaadni. Orosz oldalról pedig állandóan mozognak a stratégiai célok. Tehát itt az a probléma, hogy mikor látszik-e, hogy kiszállás, azért nem látszik, mert a politikai célok állandóan mozognak, és ebből fakadóan
az adott kormány, orosz vagy az ukrán kormány fogja eldönteni, hogy az a cél, az, amit ő akar, az elérhető, vagy rámondható, vagy kimondható, hogy ez teljesült. És ebből fakadva nagyon nehéz. Tehát minimum program szerintem, hogy visszafogják a Donyec megyét, ez egy minimum program, de ugye vannak orosz oldalon is, meg hát ukrán oldalon is vannak szélsőséges, ugye a héják, ugye, akik ugye most már menjünk el a Nyeperig, tehát tulajdonképpen és akkor végig délen meg menjünk el Odesszáig, tehát ez a régi új Oroszország, Novorossziának a visszaállítása, sőt ugye Medvegyev volt elnök, aki most egyébként komoly funkcióban is van, meg miniszterelnök is volt a nemzetbiztonsági kabinetnek az elnök helyettese, ugye már a Ukrajna szétosztásáról, területeknek az átadásáról beszél. Tehát gyakorlatilag ezt nem lehet tudni, ez attól függ, hogy szerintem attól függ, hogy mennyi erő van a két oldalon a háború folytatására. Az megítélhető, hogy február 24-e óta mennyi erő veszett el a két oldalon, és mennyi maradt a két oldalon? Hát ugye az adatok változnak, de az kétségtelen, hogy jelentős veszteségek. Ugye itt korábban volt ugye az Inforádióban még a gazdasági kérdésekről is szó, hogy hatalmas gazdasági veszteség, Ukrajna gazdasági teljesítménye, ugye 40-50% GDP csökkent, tehát nagyon nehéz föntartani, csak hitelekkel, illetve külföldi segítséggel. A katonai veszteségek, ugye a CIA 15 ezer orosz halottról és körülbelül kétszer annyi, vagy 35 ezer sebesültről beszél, az ukránok még nagyobb számokat mondanak, fordítva az oroszok ugyanilyen számokat mondanak, tehát az azért látható, hogy komoly veszteség vannak, és akkor ugye csak az ENSZ tudja számolni, hogy mennyi a civil veszteség, és azoknak az adatok azok mindig egy-két hónapos késésre jönnek meg. Tehát gyakorlatilag a veszteségek nagyok, és az oroszok, mivel nem akarnak általános mozgósítást elrendelni, tulajdonképpen rejtett mozgósításokat csinálnak, és abból lehet látni, hogy azért nem népszerű harcolni, mert komoly pénzeket fizetnek. Ugye kiadta Putyin most már kb. 3 hete, hogy minden körzet egy-egy zászlóhadcsoportot állítson föl, és ugye a médiából, médiumok lehet tudni, hogy ott súlyos pénzeket fizetnek, tehát tulajdonképpen pénzért veszik föl az embereket, hogy menjenek harcolni, aminek ugye rengeteg problémája van. Tehát magyarul nincs erőforrás. Független attól, hogy általános mozgósítása, nyilván Oroszországnak van kb. 2 millió kiképzett tartalékos, megoldható lenne, de nyilván Putyin se tudja politikailag kezelni, mert akkor be kellene volna, hogy ő háborút csinál. És az már látszik, hogy nem akarja, ugye most volt nemrégen a haditengerészet napja, ugyanúgy csinálták az ünnepséget, mint korábban, tehát mutatja, hogy nem egész Oroszország, nem az egész orosz fegyveres erők, hanem harc szóval nem csak ez egy különleges katonai művelet azokra az erők, amelyekre szükséges. Sőt, ugye nemrégen egy nagy meglepetésemre még bejelentették, hogy megszervezik ugye hónap végén, szeptember 1-ében a kelet, a vasztók nagy hadászati gyakorlatot, ami a keleti katonai körzetnek a legnagyobb gyakorlata lesz, ugye 200-300 ezer közötti fővel. Tehát végig azt mutatja, vagy azt próbálja bizonyítani, hogy igazából ez egy különleges hadművelet, tehát nem szükségesek rendkívüli nagy mozgósítási intézkedésére. Ugyanakkor látható, hogy nem bírja biztosítani se erővel, te személyállománnyal, se pedig fegyverrel. Ugye a hadigazdasági mozgósítás indult, törvényeket hoztak, hogy éjjel-nappal dolgozni kell, hétvégén is dolgozni kell, a civil cégeknek kötelező kiszolgálni a hadipari cégeket, tudjanak gyártást folytatni. Tehát azért erőfeszítések vannak, és ennek az ára az biztos, hogy való kalkulálható. Tehát még egyszer mondom, itt akkor lehet ezt megállni, vagy akkor fejeződik be, vagy akkor állítható meg egy fegyverszünettel, vagy egy esetleges béketárgyalás, hogyha mind a két fél úgy ítéli meg, hogy nincs tovább. A tél beköszönte, az nagyon más helyzetet állít elő, az orosz térről már csak irodalomból is tudjuk, hogy ez képes háborúkat eldönteni. Hát az biztos, hogy a tél az korlátozni fogja a tevékenységet, tehát szárazról is nehezebb lesz a mozgás, levegőben nem lehet repülni annyira, tehát magyarul a tél az jelentősen korlátozza, viszont ha a frontok megmerevednek, akkor tulajdonképpen ez egy erős befagyott konfliktus lesz. Egészen tavaszig? Hát, ez így működik, és utána kiolvad, és mindenki kipiheni a fáradalmakat, és kezdődik előről? Ez egy lehetséges opció, mert ugye erőt kell gyűjteni.
Tehát itt igazából az a probléma, hogy ugye Ukrajnában is 1 milliós fős hadsereg, illetve fegyveres erőt akarnak létrehozni. Kivetettek ott is plusz kvótákat a megyékre, hogy több tartalékos vonuljon be. Tehát hiába jönnek be a tartalékosok, ugyanaz a helyzet orosz oldalon, hiába jönnek be a tartalékosokat is ki kell készíteni, ha nem akarod, hogy időzelműen vágóidra küldjél a katonákat. Tehát tulajdonképpen a tél az arra jó lesz, hogy a kiképzést, a felkészítést, az összekovácsolást, az erőgyűjtést meg tudják a harcoló felek oldani. Látszik-e, hogy a háborúnak ebben a szakaszában milyen fegyverrendszereket használnak a felek? A háború elején azt lehetett látni, hogy deszantos akciók voltak, élő erővel próbáltak még egészen Kijevig elmenni, repülőtereket foglaltak le, most meg mintha az látszana, hogy a tüzérségekre bízzák a dolgot. Az kétségtelen, hogy a háború első szakasza, mondjuk a első 10 napja, az egy ilyen, ugye oroszoknak volt ez a mély hadművet, egy nagyon korszerű, modern felfogású hadviselési forma volt. Ugye nem sikerült az akkori politikai cél, hogy rezsimváltást csináljanak, nem tudták kiemelni, hogy Zelenszkij ugye hősiesen maradt, harcolt, tehát nem ment el. És utána pedig az ukránok, különösen a városharcokban, ugye itt első Harkivról van szó, vagy Mariupol is ugye jó 2 hónapig tartott, még elfoglalták. Tehát gyakorlatilag az látszott, hogy az ukránoknak ez a közelharc páncéltörő képességük, ez nagyon erős volt, és ez az oroszoknak nagyon sok veszteséget okozott. Amikor mi gyors előrevonások voltak, akkor ugye támadták az ukránok a második lépcsőt, a logisztikát, rengeteg logisztikai probléma volt. Tehát lényegében ez a gyors mozgásos hadviselési forma, amit az oroszok próbáltak követni, ez korlátozottan működött, és akkor látták, hogy nincs annyi erő. Azért tudni kell, hogy az oroszok körülbelül kevesebb erővel indulták a háborút, körülbelül 200 ezer fő, mint az ukrán hadseregnek a száma volt, akkor 240 ezer. Tehát ugye általában a támadó hadműveleteknél a régi klasszikus szabályok szerint 3x1 aránynak kell lenni. Tehát igazából nem volt akkora erő, ami képes lenne, hogy ekkora hatalmas ország, ugye 603 ezer négyzetkilométerre reformálva, ugye az ukrán hadsereg létszáma 240 ezer, rengeteg tartalékos. A tavalyi adatok szerint Ukrajna a katonai képesség az 24. volt globális szinten. Tehát erős hadseregről van szó. Szóval 8 éven keresztül ugye gyűjtött a katonai tapasztalatokat. A Donbass, a Donetsz terület az teljesen katonai védelmi műszaki, infrastruktúrális szempontból képített volt, tehát nehéz volt ellenállni. És még a veszteségek nagyok lettek, akkor azt lehetett látni, hogy a második szakasztól kezdve, különösen ugye már májustól, hogy az oroszok régi technikát hoznak be, T-62-es harckocsik. De a tüzérségi erő az rendkívül erős volt, fölényük az ugye, amíg nem jöttek a HIMARS-ok, 8-10-szeres tüzérségi fölényt a hírszerzési adatok, amerikai, brit, de mások is. Tehát igazából erre az úgynevezett felőrlő stratégiára tértek át, amiben ugye mindig is jó volt az orosz hadviselés, hogy lőttek, mentek előre, lőttek és mentek előre. Tehát, és ezen keresztül szereztek területet. Csak ugye ez a hadviselési forma, ez itt tulajdonképpen egy anyagháború, ez az kell, hogy egyrészt nagyon sok lőszerük legyen, van nekik, másrészt, hogy ott legyenek a lőszerek. És a HIMARS-oknak a megjelenése azt mutatja különösen a déli fronton, hogy az ukránok körülbelül egy hete, meg az amerikaiak vagy 10 napja tették köz adatokat, hogy 50 nagyon fontos érzékeny célpontot lőttek ki a HIMARS-okkal, és ebből 30 az lőszer üzemanyagraktár, tehát tulajdonképpen anyagi készletek. És ugye ez az orosz támadó képességet, a tüzérségi képességet csökkentette, és ugye azt lehet látni, most már ez a fölényük olyan 3-5-re leolvadt, és az látszik a keleti irányba a támadási sebességeknél is. És ugye ez folytatódik. De ha a háború egészét nézzük, akkor azt látszik, hogy alapvetően ez egy 20. századi technológiával vívott háború, és vannak ilyen kiugró pontok. Kalibrakéták az oroszok ugye rendszeresen használják, ami egy új technológia. De az amerikai vagy a nyugati oldalon a modern technológia megjelenés is ugye nagyon lassan halad, de komoly meglepetéseket okozhat. Tehát, hogyha nagyon korszerű eszközt biztosítanak, akkor lokálisan, most egy példát mondani, csak
briteknek van légvédelmi zászló, légvédelmi rakétarendszerük, ugye amikor 5x5 kilométer és magasságban is, olyan gyors, ugye gyakorlatilag sebesség légvédelmi rakéták vannak, hogy megfogják az orosz vadászgépeket, helikoptereket. De ezek ugye nem teljes, tehát nem teljes szélességben, teljes fronton jelennek meg, ezek megjelennek szórványosan. És ebből fakadóan ahhoz, hogy ezek a minőségi fölények, amik helyenként megjelennek, átalakuljon egy frontális, vagy egy hadműveleti irányba teljes hadműveleti fölény, ahhoz idő kell, több fegyverre lenne szükség. Ugye a héten a Zelenszkij elnök nyilatkozott, hogy mindig esténként mondja nagy beszédeit, hogy azt akarják, hogy győzünk oroszok kezem, akkor több fegyverre van szükség. Aymarszakból 100 darabot kérnek. Csak most 10-valahányat kaptak eddig. 12 van, 4-et ígértek, az a 16, és még 4-et, és 20 van. És ugye ebből aztán most megint lehet vitatkozni, hogy kilőttek, az oroszok nem lőttek ki, de az a lényege, hogy ez nem elegendő ahhoz, hogy a minőségi technológia fölény miatt egy frontális ellentámadásba menjenek át, ami ahhoz szükséges, hogy területeket tudjanak visszavenni. De látszik, hogy a nyugatnak, amely fegyvereket ad Ukrajnának, mi a célja azzal, hogy éppen ennyi fegyvert ad? Hát van neki, adhatna akár 100. Hát ugye ugye nemrégen volt a NATO-nak a csúcs találkozója Madridban, ahol ugye új stratégiai koncepciót is elfogadtak, illetve ezt az úgynevezett elrettentés védelem hosszú távú megerősítése, ami egy új haderőmodell céloz meg. De a anyagi technikai, tehát hogy hogyan látsák el, ki mennyi fegyvert adjon, az arra nincs NATO döntés, az a tagországokon múlik. És ugye a háború most ugye folyik ugye 5. hónapja, a készletek fogynak, ugye már Lengyelország bejelentette, Németország bejelentette, hogy nincsenek már stratégiai készletek. Tehát gyakorlatilag itt az alapprobléma az, hogyha nem tudják gyorsan átfegyverezni az ukrán hadsereget modern fegyverekkel, és ahhoz megfelelő mennyiségű lőszert, rakétát, stb. Biztosítani, akkor az ukránoknak problémája lesz, mert közben az orosz technikához meglévő lőszerek, azok meg elfogynak. És mivel a 24-én és a késő időszakban is az oroszok ugye tudatosan támadták az ukrán hadipari cégeket, tehát igazából Ukrajnának a gyártókapacitás is minimálisra csökkent. Tehát ha csak ilyen szorványos, tehát részleges fejlesztésekkel próbálja nyugat segíteni Ukrajnát haditechnikai vonatkozásba, akkor nem lesz meg az a ereje, katonai ereje, ami szükséges ahhoz, hogy megfordítsa a háborúk a menetét és visszafoglaljon területeket. Honnan lehet fegyvert szerezni? Hát nyilván nem a nyugati országok haderejének éppen napi használatban lévő eszközeit fogják átadni, hanem lekonzervált eszközöket. De ez egy hosszú folyamat, amennyire én emlékszem, kikonzerválni valamit. Hát, itt ugye különböző megoldások vannak, meg hát vannak rossz tapasztalatok, és a legfrissebb pozitív megoldás mondom most a Észak-Macedónia teljes harckocsi zászlója, ez T-72-es modernizált zászlója, átadja az oroszoknak. Teljes szőröstől, bőröstől, hogy szokták mondani. De általában a technológia, amit odaadnak, hát nyilván régiek. Ugye most a franciák, nem tudom, megint sok száz régi gyalogsági harcjárművet átadtak, illetve folyamatban van, de aztán kiderült, hogy a németek technikája, a régi technikára kiderült, egy hónap után már nem működik. Tehát ugye ez demoralizál egyébként a segítségnyújtást is, mikor az ukránok látják, hogy nem a legkorszerűbb technika, ez még hagyján, hanem a felújítása, a működtetése x ideig jó, és utána nem használható. Tehát gyakorlatilag vannak országok, amelyek modern fegyvert szállítanak, de üzleti alapon. És ehhez meg ugye forrásokat kell biztosítani. Az Európai Unió az úgynevezett védelmi költségvetéséből, ugye most már 2,5 milliárd eurót felszabadított azért, hogy vásároljon Ukrajnának fegyvereket. De az alap, ugye ez egy nagy hadsereg, tehát hogyha csak a hadműveleti erejét nézzük Ukrajnának, 600 ezer katona, tehát ahhoz nagyon sok fegyver lenne szükség, tehát nem véletlenül az ukránok ugye százas, ezres nagyságrendbe kérnek modern technikát, ami viszont nincsen, mert amikor odannánk, még az se lenne elég, tehát magyarul gyártani kellene,
A nyugat-európai védelmiparnak a gyártókapacitása viszont véges, korlátozott. Tehát ebből fakadóan az ellátás, a technikai újrafegyverzés az egy nagyon lassú folyamat. Az látszik-e, hogy ebben a háborúban a hagyományos földi eszközök mellett milyen új eszközöket vetnek be? Ugye a maga a háború az lényegében négy műveleti térbe zajlik, ugye szárazföld dominál, tehát a szárazföld technikánál az oroszokról gyakorlatilag, ugye ezt lehet látni, ugye vannak hitelesített portálok, amelyek a technikai veszteséget gyűjtik, de csak olyan azokat veszi fel, amikor van bizonyíték, fotó, stb. Tehát lehet látni, amikor harckocsit lehet, hogy a T-90 modernizált harckocsi, már legújabb harckocsi ott van, de nincs az armata féllel. Tehát ez lehet. Tehát az oroszoknál megjelennek a legújabb technikai eszközök, de mi ezeket is ugye ha arányában nézzük mondjuk a harckocsikat, az oroszoknak volt 20 ezer harckocsi, ami bekonzervált volt, és ugye 3200, ami rendszerben volt. Ezek az új modern technikai eszközök, tehát mondjuk a T-109 és 150 darab van. Egyébként ez nem csak az oroszoknál, ez így van minden hadseregben. Nemrég néztem az amerikai légierőn is, az összgépek száma körülbelül 60%, az nem a legújabb. Tehát ez egy általános dolog. Tehát ebből fakadóan a szárazföldi vonatkozásban, amit tudnak, azt használnak, sőt azt is lehet látni, hogy bizonyos visszafogottság van, hogy ne a legkorszerűbb technika semmisüljön meg, illetve megint összhang van azzal, hogy milyen kiképzett állomány van. Tehát ugye lehet látni, hogy a T-62-es harckocsikat zömében az új erőknek, vagy a szakadár erőknek adják, tehát kevésbé kvalifikált személyállomány. Ez az egyik, tehát a szárazföld. A légierő vonatkozásában ugye az oroszoknak légi fölényük van, de ez nem teljes. Független attól, hogy 24-én a 7 nagy katonai légierő, repterer, bázisokat, mindent megsemmisítettek, de a légvédelmi rendszerek, különösen az alacsony hatótávolság légvédelmi rendszerek, a Stinger rakétáktól a britekig tekint minden, az nem enged tömeges alkalmazást alacsonyan szálló repülőeszközök esetében, mert a légierő nagyobb része, ezek a repülőgépek nagyobb része, ezek nem irányított rakétákkal vannak ellátva, tehát magyarul be kell repülni, látni kell a célt, de viszont különösen ez a hiperszónikus brit légvédelmi rakéta, ugye berepül 10-15 másodpercre, 3-8 másodpercre elér, és lelövik. Stinger rakétával, ugye volt egy eset nemrégen, egy 60 éves pilóta vezérőrnagy, ugye végrehajtott a Donbass fölött, berepült, két nem irányított rakétát kilőtt, visszafordult, és akkor lőtték le egy Stinger rakétával. Tehát magyarul a légierőnek az alkalmazása az korlátozottabb, ez összefügg a légvédelmi, főleg a közel légvédelmi rendszer megerősítésével, ami sikeres volt a nyugati oldalról az ukrán hadseregnél, meg összefügg az, hogy az oroszoknál például a helikoptereket nem úgy használják, mint az amerikaiaknál, mert az oroszoknál a fő csapásmérő az a tüzérség, a háború istene. Tehát ez egy ilyen hadviselési különbség, de a légierőben, tehát légtérben folyik a háború. Tengeren folyik a háború, egyrészt ott van a Fekete-tengeri flotta, meg ugye a háború előtt gyakorlatilag a északról átvittek 30 hadihajót, és azt onnan lehet látni, hogy egyrészt maga a hadműveleti rakéták ugye hajóról indítottak, a kalibr rakéták, másrészt pedig a Fekete-tenger, a tengeri óra berepülnek a gépek, a vadászbombázó gépek, és onnan lőnek. Tehát magyarul biztonságban vannak, tehát használja még a légierő is a tenger fölött. Van a kiber, ahol tulajdonképpen teljes korlátozások nélkül zajlik a háború, és az egyetlen kivétel, amire nem tehet ki, az pedig az űr. Ugye ennek az oka, hogy a kommunikáció mindenütt, GPS-től beszálltva, de az oroszoknál is mindenütt, az fenn van az űrbe. Tehát az oroszok, hogyha háborút indítnak, egyrészt ugye nincs esélyük, hogy sikeres legyen. Másrészt pedig nekik a saját kommunikációkhoz is kell. Sőt, tovább megyek, nagyon meglepő, hogy Ukrajnát egész lehető jól lehet fogni a telefonon mindent. Mert ugye nekik kell a
hamis híreket is terjeszteni. Tehát ennek a korlátozása, tehát az űrnek a kizárása háborúba, ez szerintem teljesen jól megvalósult. De bocsánat, ki van zárva az űr a háborúból, amikor már a háború elején lehetett hallani, sőt képeken is lehetett látni, hogy Elon Musk műholdas rendszerét, annak a vevőegységeit küldik szét Ukrajnába, és az ukránok ezt használják. Igen. Tehát igen. Az háború. Sőt, így van. Sőt, van egy szintén egy olyan hírszerző felderítő műhold, amelyik képeket teljesen közösségi alapon, képeket bocsát föl, és ugye lehetett látni, vannak, akik ugye figyelik, hogy másfél-két órával 24-én a háború miatt elindult volna, már Belgorod bottáltak a támadás ők, és ezt egy egyetemi ember, aki ezzel foglalkozik, fedezte fel, és küldte szét a világ, hogy az oroszok támadásra készülnek. Tehát ezek az információk elérhetők. Innen lehet tudni azt, hogy mennyire meggyengült az orosz tüzérség, mert képeket mutat, hogy milyen csapások vannak. Tehát fölül lefényképezi, és összehasonlítják, hogy mi volt mondjuk február 11-ig előtt a ponta, Hány csapást mértek, ugye pirosra szokták az orosz csapásokat, kékkel az ukránokat, és mi van mondjuk két héttel később. Tehát ilyen típusú, ezek komoly lehetőséget biztosítanak ahhoz, hogy a világ relatíve objektívebb lássa, de a háború erre a területre nem terjed ki. Tehát igazából négy műveleti térben zajlik, de ebből a legerősebb hadműveleti tér nyilván szárazföld, tehát a teher az a szárazföld erőkön van. Kommunikációs háborúban hogy teljesítenek a felek? Van egy olyan jelentés, hogy az oroszok is ebben váltottak, és már nem feltétlenül a saját sikereiket súlykolják, hanem igyekeznek megfelelni a tőlük függetlennek gondolt militári bloggerek által kommunikált képnek, hogy hitelesebbnek tűnjenek. Ugye nagyon sok hibát követtek el az oroszok, ugye azzal függ össze, azért azt látni, hogy Oroszországnak ugye gyakorlatilag 2010-ben volt az első, de 10 éves haditechnikai fejlesztési terv, ez 2018-ban fejeződő, és utána kezdett a következő 10 év, és 2020-ig a szárazföldi haderőnek a modernizációját 60%-osan akarták elérni. Ez körülbelül megvalósult. Viszont a digitalizációt, tehát a modern technikai információs rendszerű áttérés, az csak 12-től indult, és az egész rendszerük se haderőnemi szinten, se összhaderőnemi szinten nem integrált, mint mondjuk az amerikaiaknál, vagy most már a kínaiaknál is. Tehát ebből fakadóan, tehát az oroszoknál nagyon sok kommunikációs probléma volt, és ugye hát mindent lehet látni és mérni, és ahol sok telefon megy be, vagy sok üzenet, vagy sok megy ki, akkor tudják, hogy ez egy vezetési pont, tehát elég sokat felderítettek, és igazából az ukránok rá is álltak, és nagyon sok ugye magas beosztású tábornokok, több mint 30 ezre is halt meg, de azt ezzel már javítottak, elkezdtek zavarni, viszont a zavaró rendszerek nagyon jók. Tehát most az oroszok arra törekszenek, hogy a zavaró rendszereket erősítsék, mert ugye ez meg kell ahhoz, hogy vannak ezek a modern HIMARS és egyéb rakéták, hogy ne találják célba. A légvédelmi rakétarendszerük is se olyan jó, mint amit mondtak, ugye az S-400-asok, 300-asok, de főleg a 400-asok, mert ugye főleg amikor a HIMARS-ok megjelentek, azt gondolták, le tudják lőni, de ezt kiderült, amikor hirtelen indítottak mind a hat csőből indítják a rakétákat, az utolsó 2-3 biztos, hogy nem tudják lelőni. Tehát ebből fakadóan ők ezt folyamatosan próbálják javítani, de ennek a hatékonysága az még nagyon nem látható. Lehet, hogy ezzel megint visszatérünk erre a fél éves téli időszakra, hogy lehet, hogy ez alatt az időszakot többet meg tudnak tenni, mert a zavaró rendszereik azok jók, csak ugye adaptálni kell a hadszintérhez. A légifölény továbbra is korlátozott ezek szerint? Igen, mert ugye nem, még mindig vannak, most láttam éppen egy videót, hogy ukrán gépek 29-es, Su-27-es repültek. Ezek ugye sporadikusak, de az azt mutatja, hogy hát tudjuk, hogy a repülés az nem egyszerű, az repülőtér kell, műszaki technikai biztosítás, pilóták, stb. Ez azt jelenti, hogy amit ők gondoltak az oroszok, hogy totálisan megsemmisítették a légerőt, az nem, azt a célt nem érték el, és ezért az ukránok folyamatosan, ugye rendszeresen visszatérő jellege mondják, hogy új
tehát küldjenek repülőgépeket, varázsgépeket, légierőt teremtsék újra. Ugye erre több kezdeményezés volt, most úgy tűnik a legújabb hírek szerint, hogy az amerikai légierő vezetése már belemenne, hogy bizonyos gép típusokat darabszámba átadjanak, hogyha a politika ezt jóvá adja. De azt az ukrán pilóták tudnák repülni? Hát ugye az egy kiképzés kérdés, nyilván nem. Tehát nyilván nem, ezek éppen A10-esek lenne, nem. De a lényeg az, hogy maga az elvi döntés az meg azért fontos, mert ez megint egy ilyen úgynevezett vörös vonal, láthatatlan vonal. Tehát azt lehet látni, a háborút úgy vívják a felek, nincs leírva sehol se, de azért bizonyos szabályokat, határokat betartanak. De az A10-es az nem egy csatarepülőgép? Igen, igen. Az a varacskos disznó? Igen, igen. Azt már Vietnámban is használták, az egy nagyon erős fegyver. Nagyon erős, igen, nagyon erős fegyver, igen. De azt az, és az amerikánál az rendszerben van az a fegyver? Rendszerben, de ugye nagyon sok tartalék van náluk is ugye készletben. Tehát, de lényeg az, hogy most a legfrissebb híreket olvastam, ugye a Defense News-ba, ugye az amerikai légierő vezetés ezzel ezt elfogadna, hogy 40 gépet, vagy 40 gépet adjanak át. De ugye ez korábban is felvetődött, lengyelek átadnának, a bolgárok, a szlovákok, de a probléma ott van, hogy ugye ez megint egy vonalnak az átlépés. Tehát tulajdonképpen az oroszok mondhatják azt, hogy ez egy olyan eszkalációs lépés, amellyel megpróbálja nyugodtan NATO háborút befolyásolni, és akkor ebből fakadóan, tehát ez egy nehéz politikai döntés. Ez ugyanaz, mint a HIMARS-eknek. Ugye most megkapták ezt a 80 kilométeres hatótávolságot, de van nekik 300 kilométeres ugyanerre az eszközre, de azt egyrészt sokáig tartod, vagy egy hónapig, három hét, egy hónap, mire eldöntötték, hogy adnak egyet a HIMARS-ot. Másrészt pedig a 300 kilométeres hatótávolságot nem adták oda, sőt az amerikai elnök még egy véleménycikket is írt, és pont ezekről a vörös láthatatlan vonalakról, hogy nem, mert hát ha mondjuk olyan célpontok ellen használják, tehát Oroszországot támadják, B célpontokat, amely aztán tovább eszkalálna a háborút. Mert azért az ukránok is a határ mentén mindig kisebb szorványosan, de azért támadják a határhoz közel orosz falukat. Tehát ezek, de hogyha egy komoly nagy hatótávolságú és egy érzékeny politikai célpontot támadnának el, akkor Oroszország mondhatja azt, hogy megtámadtak bennünket, és akkor tovább eszkalálódna a háború, ami az egyik opció, elvi lehetőség, de mindenki fél tőle, és ezért az láthatatlan vonal a rendszer, ez nagyon jól működik, mert mindenki tudja, hogy ki lehet számítani, hogy ez történik, mi lehet rá a reagálás egy nagyon éles, radikális helyzetben, egy kevésbé problémás helyzetben. Tehát magyarul a beavatkozás ezen a területen, hogy olyan típusú fegyvereket, ami nem kimondottan a szárazföldi hadviseléshez kell, az kockázatos döntés lenne. Partizán háború zajlik-e most Ukrajnában? Vannak olyan térképek, amelyek szorványosan mutatnak partizán háborút? Vannak események, tehát most legutóbb is, nem tudom, talán Herszon területén, tehát megtámadtak orosz barát vezetőket. Én is látom, hogy főleg az amerikai ez a háborús tanulmányok intézet rendszeresen, hogy valahol történt egy támadás, ez besrafozza, és azt mondja, hogy ez partizán tevékenység. De azért nagyon sok hír nincsen. Tehát, de hát nem, nincs kizárt természetesen, hiszen nem mindenki rajong az orosz jelenlétén, már az elfoglalt leheteken, és nem mindenki akar kollaborálni az orosz rendszerrel. Az, hogy Belarusban az ukrán határ mellett hadgyakorlat kezdődik, ez az ukránoktól jelentős erőket von el? Hát egyrészt nem engedi felszabadítani, határvédelmi csapatokat nem engedi felszabadítani. Tehát magyar, hogyha mondjuk azt szeretnék az ukránok, hogy a határvédelemre lévő szárazföldi és a csapatokat átvigyék Harkiv fölé, ezt igazából nem tudják megtenni, mert ez a gyakorlat, ez zajlik. Tehát Fehéroroszországnak a háborúba való aktivizálás az is egy ilyen eszkaláló típusú folyamat. Ugye fölmondta a atomfegyvermentes övezeti státuszát. Az oroszok ugye Iskander rakétákat telepítenek, használják a légteret a vadászbombázó gépek, tehát onnan lövik, tehát a fehérorosz légtérből lövik a észak-ukrán teleteket, de arról, hogy adtak át technikát, két dandárnyi orosz harci technikát, orosz gyárműt adtak át, amikor újraindult a támadás
a Donbaszba, de hogy szárazföldi katonai erővel, vagy konkrét katonai erővel beavatkoznak, arról nincsenek hírek. Arról vannak-e információk, hogy az oroszok az elfoglalt területeket hogyan próbálják pacifikálni? Hát nagyon sok információ. Az első az, hogy megbízható önkormányzatrendszert alakítsanak ki, ez az első. A második közigazgatási embereket visznek Oroszországból. Most szeptember 1-től szervezik az orosz nyelvű tanítást, tehát mennek oda a tanárok, pénzeket adnak, ugye elindulnak a Mariupolba is, ugye az újjáépítések, stb. Tehát magyarul az oroszok azért próbálják azt bemutatni, hogy egyrészt működőképes legyenek ezek a területek, meg valamiféle, hát hogy mondjam, példát, már pozitív példát mutatni, hogy az általuk elfoglalt területeken az életet normálisan újraindítják, tehát erre nagyon sok információ van. És végül rendeznek majd valamilyen népszavazást, aminek az lesz az eredménye, hogy azok az emberek hát, eleve Oroszországhoz akarnak tartozni? Ez egy, hát ugye a Herszon megyében ez egy régóta történet, hogy rendeznek, de előkészítés megvan, de nagyon sok probléma volt, hogy a megbízható önkormányzati vezetők legyenek, stb. De elképzelhető, hogyha maradunk abban a stratégiai célban, hogy a két szakadár köztársaság elfogják most a Donyec, és megállnak, és akkor utána önállók is bejelentik, hogy csatlakoznak. És ezt Herszonra is meg lehet csinálni. Tehát ez elképzelhető, de ez még ugye annak a feltétele, hogy mi a stratégiai, politikai, stratégiai célja Oroszországnak. Kína, hadd gyakorlatot tart Tajvan körül, sokkal nagyobb erővel, miután Nancy Pelosi amerikai házelnök Tajvanra látogatott. Háborús veszéllyel ez a helyzet fenyegete? Hát én bízom benne, hogy nem, de az kétségtelen, hogy az elemzések azt mutatják, hogy a 90-es évekhez hasonló fegyveres konfliktus közeli helyzet alakult ki, és a kínaiak és úgy, mint az oroszok hirtelen egy nagy gyakorlatot, gyakorlatilag hat irányból, hat területre ezeket berajzolták, hogy arra ne is menjenek nemzetközi hajózás, ne legyen repülés, stb. Gyakorlatilag hat olyan zónát hoztak létre, ami alapvetően haditengerészet és légerő, ami körbe fogja a szigetet. Ugye egy hetes gyakorlatról beszélnek, majd meglátjuk, hogy lesz vége. Éles rakétalövészete egybe kapcsolva, tehát tulajdonképpen Kína most mutatja az erejét, de azért én abban nem hiszek, hogy ez közvetlen fegyveres konfliktushoz vezetne. Ugye azt tudni kell, hogy Tajvánnak ad erre is, nem tudom, a 26. 27. a világban nagyon fejlett, nagyon sok katonával, több százezer katona. Kínaihoz mégsem érhető. Hát nyilván nem érhető, mert ugye a kínai hadsereg az 2 milliós, illetve az is lehet látni, hogy főleg mióta Xi Jinping az elnök, hogy a kínai haderőfejlesztés, ugye náluk katonai körzetek vannak, úgymond az oroszoknál csökkentett számba, és ugye a keleti katonai körzet felelős a tajvani térségért, a tajvani szorosért is, és ugye az lehet látni egyrészt a diszlokáción, tehát a csapatnak az elhelyezése, megnézzük a térképet, hogy mennyi haditengerészeti légerő és szárazföldi erő van, ugye ott van a legtöbb. Másrészt meg lehet látni a haditengerészet fejlesztésén, tehát ma már a kínai hadsereg azért nem ugyanaz, mint a 90-es, amikor voltak katonai konfliktusok, hogy éppen ettől független, a Pelosi látogatástól független, hogy a két új repülőhordozó hajónak a rendszerbeállítási nagy gyakorlata zajlik, tehát két repülőhordozó csapásmérő csoportosítással. Tehát a kínaiak ugye szeretnének jutni a Kék óceánra, és biztos, hát hogy mondjam, a saját tengének nézni, mint az Azói tengert, vagy mi most azt mondjuk, hogy a NATO balti tenger az a NATO-é, tehát igazából szeretnék ezt a dél-kínai tengert saját tengerként, és a haditengerészeket fejleszték. De hát azt is tudjuk, hogy az elnök asszonynak a látogatásával személyesen se az amerikai elnök nem értett egyet, se az adminisztráció, ugye a külügyminiszter magyarázkodott, tehát igazából az amerikaiak ezt a szerintem elhibázták, de a kínaiak megpróbálják megmutatni, hogy mennyire erősek és keménykednek, de hát azért remélem, hogy nem lesz eszkaláció. Az óceánokon, a Kék óceánon, ott továbbra is egyedül Amerika képes végrehajtani tevékenységet? Ugye nagyságrenddel több
hordozója van, mint Kínának? Hát Egyesült Államok 11 van, tehát az Egyesült Államoknak a haditengerészet több mint 300 hajó, haditengerészet az erősebb, mint a mögött, amikor nézzük top 10-et, mint a mögött a lévő 9 országnak együttvéve. Viszont ami érdekes változás, hogy tavaly évben már darabszámra a kínaiak megelőzték az amerikai haditengerészeti flottát, de ugye ezeknek a hajóknak azért nagy része még nem modern, illetve ezek főcsapásmérők, tehát a repülőhordozók, cirkálók, rombolók, fregattokban jobbak a kínaiak, de ezekben három nagy nehéz haditengerészeti hajó kategóriában, hát az amerikaiak messze jobbak, és kettő darab csapásmérő csoportosítást, repülőhordozó csapásmérő csoportosítást állomásoztatnak a Csendes-óceánon az amerikaiak. A NATO új stratégiájában, amit Madridban tárgyaltak meg, hogyan kezeli Kínát, meg Oroszországot a NATO? Mint szövetségest kezeli, mint együttműködő stratégiai partnert? Hát szövetséges, így van. Nem, a 2010-es stratégia volt, hogy stratégiai partner lesz, hogy akkor tényleg egyébként jó voltak a kapcsolatok, mert ugye elnök ott volt, és akkor még arról volt szó, hogy a légvédelmi rakétarendszert, amit a NATO fejleszt, az oroszokkal közösen, vezetés irányítás közös lesz, hogy akkor még az iráni fenyegetés ellen, de ez nem valósult meg. Egyértelmű azt mondja, hogy Oroszország közvetlen fenyegetés jelent, közvetlen egyidejű fenyegetés, és ezért ugye a elrettentést, a védelmet és ezt az úgynevezett új haderő modellt fejleszti, ami azt jelenti, hogy 800 ezer katonát akarnak, különösen a keleti stratégiai, és ebből 300 gyors reagáló erőt akarnak rendszerbe léptetni. Kína vonatkozásában egy picivel több, tovább mentek, ugye 2019-es londoni csúcson került először Kína, hát nyilván Amerika nyomásra a napi rendre, akkor még az volt, hogy lehetőség és kihívás. Ma már ugye azt mondja NATO, hogy rendszerszerű kihívás jelent, és a két régió, tehát az Ázsiai Csendes-óceán régió és az Európai Atlanti, tehát ennek a biztonság összefügg egymással, és ezért figyelni kell Kínára. És ezt azzal is demonstrálta, hogy első alkalommal meghívott 4 csendes-óceáni országot a csúcs találkozóra, Ausztrália, Új-Zéland, Japán és Dél-Korea. És ugye ez mindjárt elindult azt a régi vitát, hogy egy ázsiai NATO-t akar a NATO felépíteni. De azért nagy a távolság, és hát igazából haditengerészet vonatkozásban csak a nagy hatalmak, már az európai nagyhatalmak, Franciaország, Egyesült Királyság képes arra, hogy ilyen nagy hatótávolságban amerikaiak együtt közös tevékenységet hajtson végre. Kezeli a NATO azt a lehetőséget, hogy mi történik akkor, hogyha Kína, Oroszország, Pakisztán, Irán, India, ezek egy együttműködési egységbe tömörülnek? Hát egyrészt már van ilyen, ugye van a Sánkai Együttműködési Szervezet, amiben ugye 17-ben felvették Indiát és Pakisztánt, illetve most Iránnak megígérték, hogy felveszik az oroszok. Tehát van ilyen, de ez nem katonai típusú, ez alapvetően biztonsági, és katonai vonatkozásban csak a terrorizmus elleni harc, ami erőket is hoznak létre és gyakorlatoznak. De az kétségtelen, és az ukrán háborúnak a globális hatás, ugye nem csak gazdasági hatásai vannak, hanem a két rendszer, tehát hogy mondjam, nyugat-kelet között is egy hatalmi vetélkedés, az új világrend kapcsán hatalmi vetélkedés van, és ez a sok szankció, illetve a kilakult helyzetben Oroszország jobban rászorul Kínára, tehát igazából Kínát és Oroszországot közelíti egymáshoz. Nem véletlenül, most lehet látni itt a szenátus elnök látogatás kapján, hogy a oroszok azonnal támadták az amerikaiakat, hogy közvetlen beavatkozás, tehát kölcsönösen segítik egymást. És abból is lehet látni az együttműködésnek az erősödését, az oroszok most már legmodernebb technikát odaadják, mondjuk az S-500-as légvédelmi rakétarendszert, amit korábban nem adtak oda, mert ugye a kínaiak gazdaságilag tudják segíteni pénzügyileg, katonailag még állítólag nem, de hát mondjuk információs technológiai szempontból azt meg lehet csinálni, hogy is, hogy kettős rendeltetésű, tehát nem katonai termékekkel is tudják támogatni, ami viszont hiány az orosz hadiparnál, illetve az orosz technológiai fejlesztésnél.
Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Szenes Zoltán professzor emeritus, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanára, a Magyar Hadtudományi Társaság elnöke volt az Aréna vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.